Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Csámpai Attilát, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét. Üdvözlöm. Üdvözlöm Önt, illetve a tévénézőket is. Nem olyan régen beszélgettünk, talán körülbelül egy hónappal ezelőtt, és akkor is volt miről beszámolnia. Most azonban arra kérem, hogy megváltoznak az útviszonyok, megváltozik az időjárás, óraátállításnál járunk, azon vagyunk túl néhány nappal. Mennyire nyomja ez rá bélyegét itt a Budakalász környéki közlekedésre? Igen, ősziesre fordult az időjárás, ezzel kapcsolatos ugye megváltoztak az időjárás, nem csak az időjárási viszonyok, hanem az útviszonyok is. Ugye fel kell készülni most már, hogy nedves útszakaszokkal találkozhatnak az autósok, főleg ugye a lakott területen kívül lehullott falevelek miatt lecsapódó pára, most már azért jönnek a ködös nyálkás időszakok, bizony csúszósá válnak ezek az útszakaszok. Hogy mi szoktuk mondani katasztrófavédelmi szempontból, nem csak az autót kell felkészíteni, hanem az autósoknak is fel kell készülni erre a megváltozott útviszonyokra. Illetve hát az óraátállítás kapcsán szeretném megjegyezni, ugye, hogy most már azért korábban sötétedik, illetve később kell fel a nap, tehát aki későn érkezett, az biztos, hogy sötétben fog érkezni, aki korán indul, az biztos, hogy sötétben fog elindulni, és bizony ez a láthatóságot, tehát a látást, az bizony nagyobb mértékben befogja, illetve nagy mértékben befolyásolja. Ugye mi azt vettük észre, hogy főleg a gyorsforgalmi utakon rengeteg baleset történik, főleg a utoléréses balesetek. Ugye ez a legtöbb esetben abból adódhatnak, hogy az emberek türelmetlenek, nem figyelnek egymásra, nagyon siet mindenki valahová, különböző műszaki eszközöket, gondolok én erre, telefon, távolgép, okosgépeket, vagy okos eszközöket használnak menet közben, bizony elvonják a figyelmet a vezetéstől, és rengeteg ilyen jellegű események történnek. Illetve amit mi azt vettük észre, hogy az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban megnövekedett az út elhagyásos, a pálya elhagyásos balesetek, tehát ez azt jelenti, hogy gépkocsik lesodródnak az útról, árokba hajtanak, felborulnak, és legtöbb esetben vonulnak a tűzoltók, és ugye nagyon sokszor beszorult sérülteket kell nekik kimenteniük. Tehát akkor még minden évben ugyan beszélünk erről, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyan kellene közlekednünk a megváltozott látási és útviszonyok mentén, akkor még mindig nem sikerül ezt időben megtennünk. Mennyire sikerül a gumikat időben lecserélni? Igen, ezen a télen viszont már azért látszik a társadalomnak az a változás, hogy azért igénylik és észrevették és rájöttek, hogy ez nagyon fontos. Ezzel szemben sajnos, hogy az autósok pedig nem készülnek fel. A nyári biztonságos autózásból valahogy nagyon nehézkesen állnak át, és főleg, ahogy a legelső ilyen jellegű, tehát amikor már a legelső köd lecsapódik, vagy pára, mindig előfordulnak a balesetek. Ez ugyanaz, mint a legelső hó leesik, biztos, hogy meglepődnek az autósok, és teljesen úgy viselkednek, mintha ez nem várható dolog lenne, hiszen azért most már benne vagyunk az őszben, és az őszderekán vagyunk, bizony azért erre fel kell készülni. Nem hirtelen jött az ősz idén sem. Mint ahogy az önök munkája sem csak erre korlátozódik, hanem más jellegű területeken is jelen kell lenniük, és jelen is vannak. Gondolok itt a fűtési szezon beindulására, hogy itt milyen jellegű munkákat kell elvégezniük. Igen, ugye hivatalosan október 15-ével indul a fűtés szezon. Ugye a mi szempontunkból sajnos, és ezt én mondhatom, hogy sajnos azért fontos ez, mert ilyenkor sajnos megnövekedik a lakástüzeknek a száma. Míg így átlagosan naponta országosan ilyen 16 vonulást mondhatjuk, ilyenkor a fűtés szezon időszakában megduplázódik, illetve megduplázódhat a vonulásoknak a száma. Ugye ez betudható annak, hogy a legtöbb esetben, ahova mennek ilyenkor a tűzoltók, olyan eszközökkel, fűtő, tüzelő berendezésekkel találkoznak, vagy akár füstelvezető berendezésekkel, amelyek nincsenek fölülvizsgálva. Ugye a legtöbb esetben ilyenkor a kémény és a kéményben lerakódó kátrány korom kigyullad, ugye az intenzív használat következtében, hiszen egy kéményben adott esetben több száz fok is lehet, és bizony a lerakódott korom kátrány az kigyulladhat. És ugye mondhatjuk azt, hogy a kéménytűz, hát akkor mi fog történni, nem olyan nagy tragédia az. De bizony az, mert hogyha olyan állapotú a kémény, hogy a fugán keresztül a lángok ki tudnak csapni, vagy esetleg a kürtőn keresztül a láng ki tud csapni, gondoljunk bele, hogy a száraz tetőanyag, tehát a száraz faanyag pillanatok alatt lángra kap, és adott esetben, amikor tűzoltók érkeznek, már nem egy tetőtűzzel, vagy egy kéménytűzzel találkozhatnak, akár egy komplett családi háztűzével is, vagy lakóháztűzével is, és ez bizony rettentően nagy bosszúság, és rettentő nagy anyagi károkkal járó esemény.
Igen, ez felelősségteljes gondolkodást kíván meg a lakosságtól, ugye Budakeszin is nagyon sok a magánház, a családi ház, azonban nem mindegy, hogy mivel fűtünk, az sem. Igen, így van. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha már szilárd tüzelésű, akkor gyakorlatilag mindent el lehet égetni, hogy mi szoktuk mondani, a műanyagtól kezdve az összes mindenféle háztartási hulladékot elégetnek, és elégethetnek az emberek, azt gondolják. Azonban ez nem így van. Hogy rettentően károsítja maga a tüzelőberendezést, mármint hogy azt az eszközt, amelyben égetik, illetve maga a hozzátartozó kéményrendszer. Ugye az égés során rettentően sok kátrány, korom távozik a kéményen keresztül, és ugye ez le tud csapódni a kéménynek a belsejében, ami idővel, ha ez nincsen pucolva, kigyulladhat, illetve rettentő környezetszennyezésen azért a kéményen keresztül a nem tökéletes égés során rettentő mérgező anyag, sajnos mérgező anyag kerül a levegőbe. Ha fűtésről beszélünk, akkor szénmonoxid érzékelőről is kell, hogy beszéljünk, hiszen nagyon sok háztartásban jelen kell, hogy legyen ez a készülék. Ezzel kapcsolatban mit tart fontosnak elmondani? Igen, a statisztikák azt mutatják, hogy az a kémény, amelyek nincsen átvizsgálva a szakemberrel, és gondolok én erre most a kéményseprőkre, vagy az a tüzelő fűtőberendezés, ami nincsen átvizsgálva, bizony ha ott gyakrabban fordulnak elő a szénmonoxid mérgezések. Ugyanis eznek is fontos szerepe van, hogy át kell vizsgálni, mert különben ugye visszaáramolhat maga az égés termék. És ha már visszaáramolt, és ott van a lakásban, és ha nincsen szénmonoxid érzékelő a lakásban, bizony gondot okozhat, hiszen nem hiába hívjuk ezt némagyilkosnak, emberi szervek által nem érezhető, szintelen szaktalan, de rettentően mérgező gázról beszélünk. És a legtöbb esetben már akkor vesszük csak észre, és akkor érezzük, mikor már tünetek jelentkeznek. Fejfájás, rosszulét, hányinger, és adott esetben még rosszabb, vagy még esetleg még intenzíven jelentkezhetnek ezek a tünetek. Tehát nagyon fontos a szénmonoxid érzékelőnek a beszerzése, aki még eddig nem tette meg, hiszen ennek a készülőknek pontosan az a szerepe, hogy már a legkisebb dózisban, a legkisebb mennyiségnél is már jelezzen hangot ad, és bizony a hangot, hogyha meghalljuk, akkor minél rövid idő alatt, tehát a leghamarabb el kell hagynunk a lakást vagy az ingatlant. A megelőzés a célja ennek a készüléknek, viszont milyen sűrűn kell átvizsgáltatni, milyen sűrűn kell cserélni őket? Igen, mostani modern készülékeknek van már egy fix, hát úgymond egy garanciális ideje, ezen túl, ahogy lejár neki a garanciális idő, az bizony ki kell cserélni. Ugye korábbi készülékeknél előfordult, hogy akkumulátorosok voltak, vagy elemmel működtek, vagy hálózatról. Ezek időközönként bejeleznek, hogyha mondjuk lemerül az akkumulátor, stb. Is gondot okoz, de mostani modern készülékek már nem szétszedhetőek, fix akkumulátor van benne, és ugye a gyártó ad egy fix garanciát, és azon belül megbízhatóan működik. Természetesen ezeket is felül kell vizsgálni, meg kell nézni, főleg ugye szakembernek rá kell tekinteni, van rajta különböző ugye tesztüzemmód, ki lehet próbálni, és ha garancián túl van, az bizony akkor le kell cserélni, hiszen a hamis biztonságérzet, hamis biztonságtudat a legrosszabb. Tehát nem döltünk hátra, hogy hú, nekünk van egy szénmonoxid érzékelő, és akkor biztonságban vagyunk, mert ha éppen mondjuk az egy nem bevizsgált termék, vagy éppen egy nem működő termék, erre is volt rá sajnos példa, akkor ez bizony gondot és tragédiát is okozhat. Ha most szeretném először beszerezni ezt a készüléket, vagy cserélni szeretném, akkor hol tudok informálódni arról, hogy mi a biztonságos készülék? Ugye ami Magyarországon forgalomban lévő szénmonoxid érzékelőket felülvizsgálatra kerültek. És úgynevezett pozitív-negatív lista lett kiállítva ez alapján. Ugye az Országos Katasztrófa Főigazgatóság, illetve minden megyei katasztrófa igazgatóság honlapján található egy úgynevezett pozitív, illetve negatív lista. Ez azt jelenti, hogy a pozitív lista, ezek a felülvizsgált termékek közül, amelyik pozitív elbírás kapott, az kvázi, az a katasztrófavédelem is ajánlja, tehát azt a lakásba beszerezhető, felszerelhető. Az úgynevezett negatív lista, azt ugye nem ajánljuk különböző okok miatt. Vagy azért, mert olyan a gyártása, vagy azért, mert a gyártó nem vár alá garanciát, vagy egyéb más okokból, ezért kerültek negatív listában. Ezek közül készülékek közül egyiket sem ajánljuk, viszont a pozitív listába került készülékek közül bármelyiket ajánljuk megvásárlás céljából. Nem csak szénmonoxid érzékelők vannak, hanem füstérzékelők is. Mennyire használjuk őket?
Igen, tehát a két készülék nem keverhető össze, hiszen mind a két készüléknek más a funkciója. De a füstérzékelő is ugyanolyan hasznos készülék, szoktuk mondani, ugyanúgy életet menthet adott esetben, mint a szénmonoxid érzékelő. Ugye a füstérzékelőnek pontosan ugyanaz a szerepe, mint a szénmonoxid érzékelőn, mert a legkisebb dózisnál, a legkisebb füstnél jelezés hangot ad. Főleg éjszaka lehet ez érdekes, mikor ugye legmélyebb álmunkban éppen alszunk, és akkor keletkezik valamilyen tűz, ami ugye általában füsten jár, és ugye nem is vennénk alapból észre, hiszen említem, hogy alszunk, és ugye megszólal a füstérzékelő, akkor bizony el kell hagyni azt az ingatlan. Ugye a statisztikák azt mutatják, hogy amelyik háztartásban, vagy amelyik lakás, lakóépület rendelkezik füstérzékelővel, ott minimális a csökkentető a lakástüzeknek a maga mértéke, tehát hogy milyen értékben, vagy mértékben gyulladt ki a lakás, illetve ég, illetve maga az életet mentett, hiszen ahol vannak, általában ott nincsen halálos tűzeset, és főleg ugye ezt külföldön már elterjedt, gyakorlatilag majdnem minden lakásban van már, és nagyon jól mutatják azt a halálos tűzeseteknek a száma minimálisra csökkent. Reméljük, hogy Magyarország is akkor e felé megy majd. Itt Budakalászon nagyon sok a magánház, de már néhány társasház is található. Azzal kapcsolatban, hogy ha már megtörténik a baj, mennyire vagyunk következetesek, és nem torlaszoljuk el az útvonalat, ahol a tűzoltók segíteni tudnak, illetve mennyire alakult ki ez a fajta kultúra hazánkban? Most már egyre jobb a tendencia, mert a korábbihoz képest, ugye korábban lehetett hallani, hogy különböző műszaki eszközöket, virágokat, nagy hatalmas virágládákat helyeztek ki, és így akkor jött a csúnya, gonosz katasztrofavédelem, és akkor mindenkit megbüntetett. Szeretném felhívni a figyelmet. Ugye a legelső történet, az legelső mozdulat, amikor történik egy társasházban egy tűz, ugye az áramtalanítás. Ugye amúgy is egy füstelterített lépcsőházban, ami egy teljes sötétségben, hiszen le van áramtalanítva, és gondoljunk bele, hogyha el van torlaszolva különböző használt vagy nem működő műszaki eszközökkel, de volt ott kerékpár, volt arra például, hogy téli-nyári gumi garnitúrák voltak felhalmozva, és teljes mértékben leszűkítették a menekülési útvonalat. És hangsúlyozom, sűrű fekete füstben, sötétben, ez nagyon nagy gondot tud okozni, akár életbe is kerülhet, hogyha nem tartjuk be a megfelelő szabályokat. Ugye a katasztrofavédelem időközönként felül szokta vizsgálni ezeket az épületeket, társasházakat, és ilyenkor nézik a menekülési útvonalakat is. És ez nagyon fontos, hogy ezek ne legyenek eltorlaszolva, fel is hívjuk a figyelmet a társasházaknak, ha ilyet tapasztalunk, felhívjuk a figyelmet, adunk egy bizonyos időt, hogy ezeket el kell onnan pakoltatni, el kell, tehát szabaddá kell tenni ezt a menekülési útvonalat, és csak akkor büntetünk, ha már ez a felszólítás ellenére sem történik meg. De hangsúlyozom, nekünk nem az a cél, hogy most akkor teljes mértékben jó, megbüntessük a lakóházat, és akkor fizessenek, hanem nekünk az ember élete, az ott lakóknak a biztonsága az elsődleges cél. És ha már itt tartunk, és hagyj említsem meg, olyan sokszor találkozunk arra, hogy nem lehet megközelíteni az épületet, mert az autók úgy parkolnak, ugye a gyakorlatilag tűzolt autóval nem lehet befordulni. Azért gondoljunk bele, ez egy több tonnás hatalmas teherautókról beszélünk, aminek meg van egy bizonyos fordulási köre, illetve ennek meg kell állni. Tehát meg kell közelítenünk a lakóházat. Ugye a legtöbb épület most már úgy van kialakítva, hogy tűzoltók által felvonulási út van biztosítva. Sajnos sokan nem tartják ezt be, oda parkolnak, oda pakolnak, ott hagyják az autójukat szabálytalanul. Ez mind gátolják a tűzoltók munkáját, ez mind időveszteség, és adott esetben egy lakástűznél akár pár másodperc is életet menthet, nemhogy még percek, vagy esetleg több tíz percek. A lakóház, vagyis a társasházakról beszéltünk, de mi a helyzet a magánházaknál? Ott mennyire elővigyázatosak az emberek, mennyire következetesek, hogy a fűtő-tűzelőberendezés közelében nem tárolnak olyan eszközöket, hogy ha baj van, akkor a tűzoltók tudjanak segíteni, vagy akár a menekülés útvonalon? Sajnos itt is előfordul, volt erre rá negatív példa, hogy vannak olyan lakók, akik egyszerűen gyűjtögető életmódot folytatnak, és teljesen mértékben akár az udvart képesek felhalmozni különféle éghető anyaggal. De nem csak bent, nem csak az udvaron, bent a lakásban is gyakorlatilag felhalmoznak mindenféle, akár háztartási hulladékot, akár különböző eszközöket. Gyakorlatilag a tűzoltók találkoztak már mindennel. Rettentő veszélyes, rettentő, tehát elég, ha csak egy eldobott cigarettacsik, egy égő gyertya, vagy bármi. És nagyon sokszor volt erre példa, hiszen én konkrét példákat tudnék említeni, mikor ilyenből keletkezik tűz. Nagyon sokan elfeledkeznek arról, hogy például a kazán, kályha mellé, tehát ami szilárd tüzelésű
fűtőberendezések mellé éghető anyagot ott hagyják. Legyen ez papír, legyen ez száraz fa, elég egy kipattanó szikra, de volt arra példa, hogy olajat vagy éghető folyadékot hagytak ott a tüzelő fűtőberendezés mellett, és csodálkozott, hogy hát kigyulladt a lakóház. Ne csodálkozzunk. Nagyon fontos, hogy ezek ugye hővel járó eszközök, el kell onnan pakolni mindenféle éghető anyagot. Lehetőség szerint semmi ne legyen ott a körülötte, hiszen az élet azt igazolja, hogy sajnos előfordulnak ilyen események. Mai adásunkban többször említettük azt, hogy ősz közepe, október vége, ami a megemlékezések időszakát is jelenti, hiszen november 1-én mindenki kimegy a temetőbe, hogy az elhunyt szeretteire emlékezzen. Azonban hogyan tudjuk ezt felelősségteljesen megtenni? Igen, nagyon fontos, hogy ugye sokan otthon gyújtanak gyertyát a szeretteiknek, vagy az emlékére. Nagyon fontos, hogy ezeket úgy helyezzék el, ne legyen környezetükben éghető anyag. Ugye a gyertyalánga, amit szoktuk mondani, amilyen szép, olyan veszélyes is lehet, ha nem megfelelően használják. Gondolok én arra, hogy például ablakpárkányra teszik, és a közelében van a függöny, vagy asztalterítőre esetleg, hogyha felborul a gyertya. Tehát mindenféleképpen rögzíteni kell a felborulás ellen, illetve meg kell győződni, ne legyen a környezetében éghető anyag. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megosztotta a nézőkkel is, és velem is, újra, hiszen nem először beszéltünk erről, és beszélgessünk így legközelebb is. Így legyen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi pedig emlékezzünk meg felelősségteljesen elhunyt szeretteinkre november 1-én. Vendégem volt Csempai Attila, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!